Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Már csak néhány napjuk maradt azoknak, akik szeretnék megmutatni tehetségüket az idei versünnepen. Az elmúlt években több százan vettek részt a megmérettetésen. A szervezők idén is várják a verskedvelő fiatalok érdeklődését. Március 2-áig van lehetőség nevezni. Csak egy éjszakára. Küldjétek el őket. Kneifel Nóra Gyóni Géza csak egy éjszakára című versével nyerte meg a zsűrit, és ezzel a 10. versünnepet. Nórán kívül már több száz tehetséges fiatal mutatta meg magát az elmúlt években, és adta át azokat a gondolatokat, érzéseket, melyeket a versek hordoznak. A fiataloknak a lelkét talán nincs is más, ami annyira tudná formálni, alakítani, mint a vers. A szép szavak és azok az érzelmek, amelyeket a költők ihletett módon tudnak megfogalmazni, és amellyel tudnak mindannyiunkat gazdagítani, akik hajlandók vagyunk a versekkel együtt rezonálni. Amikor azt remélem, hogy a fiatalok ezeket a szép verseket olvassák, megtanulják, törik magukat, hogy jól adják elő, el tudják mondani azt úgy, ahogy a költő az alkotás pillanatában azt elgondolta, akkor azt hiszem, hogy ezek a fiatalok az elkövetkezendő életükben is majd mindenféle emberi kapcsolatukban, mindenféle emberi szituációban ezzel az érettebb, gazdagabb érzelmi világgal tudnak majd jelen lenni. A mai világban sok az érzelmileg szegény ember. Sok mindent meg tudunk engedni magunknak, ami technikai kultúrát képviseli az életünkben, de az igazi érzelmi kultúra az sokszor háttérben marad. Nem szolgálja mindig minden ennek a nagyon fontos részét az emberi életnek, ezt az érzelmi gazdagságot, hogy ez kibontakozzon bennünk. Minden alkalmat meg kell ragadni, hogy ezt tudjuk segíteni, és minél több embernek a szíve legyen tele nemes érzéssel, szép érzéssel, szerelem érzésével, a család érzésével, a hazaszeretet érzésével, a másik ember megbecsülésének az érzésével, mindazzal, ami emberi, szép, ami nemes és örök. Püspök atya szerint mi lehet az egyébként az a motiváció, ami a gyerekeket megfogja, hogy jelentkezzenek a versünnepre, hiszen annyi különféle verseny van egyébként ugye a mai világban, ami megmérettethetik magukat, de ők mégis nagyon sokan a versünnepet választják. Én nagyon örülök annak, hogyha a fiatalok versenyeznek, akár sportban mérik össze erejüket, hiszen fontos a fizikai kibontakozás, a fizikai erő és helytállás. Nagyon örülök annak, amikor a technikai eszközökben látom, hogy milyen ügyesek és olyanokat tudnak, amit én soha az életben nem fogok megtanulni valószínűleg. De örülök annak, hogy bennük van a jó, és ez a jó, ez rezonál bennük a jóra, ez megmozdul a jóra. Egy vers kihívja belőlük ezt a jót, megmozdítja bennük, és örömmel próbálják meg ezt a jót befogadni, és ezzel a jóval együtt élni. Én örülök annak az így megmutatkozó emberi jóságnak, amely ott van az emberben, mert az Isten beleteremtette, és mindaddig ott van, és mindaddig működik, amíg mi ezt el nem temetjük mindenféle a világ éppen aktuális limlomjával, mert akkor ezt úgy lezártuk, eltemettük. Ezt szabaddá kell tenni, és akkor tud lélegezni, tud éltetni, tud gazdagítani mindannyiunkat. Ugye idén már a 11. versenyre készülünk, tehát 10 győztest már kihirdetett Székesfehérvár. Püspök atya, miként értékelni az elmúlt 10 versenyt? Hát nyilván emlékeim alapján tudom csak értékelni őket, nem tudok mindenre visszaemlékezni pontosan és konkrétan. Az biztos, hogy ezek a versünnepek, ezek a döntők, amelyeket mindig igyekszem jelen lenni, és ha egy mód van rá, akkor ezt meg is teszem, ezek mind nagyon szép élményt jelentettek a számomra. Az ember a versek által megtapasztalja azt, amit ma már egyre ritkábban tudunk megtapasztalni, hogy egy katarzis élményen megyünk keresztül, valami emelkedettségre, valami szépségre, valami belső megtisztulásra tud az ember találni. És én sokszor megéltem ezeken a versünnep döntőkön ezt az élményt, amikor
egy szép verset hallok, amit esetleg ismertem is, és ami bennem is megszólalt, és ahogy az ember hallja, hogy egy fiatal hogyan mondja el, mit talált ő benne, mire teszi a hangsúlyt, azáltal én magam is gazdagodok ott, és új meglátásokkal találkozom, amelyek örömmel töltik el az ember szívét és lelkét. A város polgármestere szerint a versünnep jó lehetőség a fiataloknak. Mit jelent a város életében tulajdonképpen a versünnep? Egy ünnepét a versnek, a költészetnek, az irodalomnak, az értékeknek, az értékközvetítésnek, ünnepet a művészi tevékenységnek, ünnepet a fiataloknak, ünnepet a tanároknak, a fiatalokat felkészítő irodalomtanároknak, osztályfőnököknek, a döntőbe jutott fiatalok esetében pedig a színészeknek, rendezőknek, és valójában egy igazi közösséget, egy igazi mozgalmat, ugyanis mozgalom már fejlődött ebben a most már több mint 10 esztendőben. A versünnep itt Székesfehérváron, a megyében és az Egyházmegyében. Ha csak a döntős fiatalok számát nézzük, akkor is most már több mint 100 fiatalról beszélünk, akiknek jelentős része ma is egy közösséget alkot, összejár, különböző rendezvényeken, eseményeken lehet velük találkozni, sok esetben fellépőként, akár a művészetek irányába mennek tovább, akár más módon, de úgy látom, hogy kapcsolatban maradnak a megyével, a várossal, ami mindig egy örvendetes dolog, és jól mutatja, hogy van ennek a dolognak mozgalmi értelemben is jelentősége. Talán megértették és érzik azt, hogy ők valóban fontosak, hogy lehetőségekhez szeretnénk őket juttatni, és hogy igazán ez nem egy verseny, hanem egy olyan mozgalom, amihez, ha csatlakoznak, akkor rengeteget tanulnak. Addig is, amíg részt vesznek a felkészítésben, a döntőn, Kubik Anna vezetésével egy fantasztikus zsűri az, akik nekik szakmai tanácsokat adnak, találkozhatnak színészekkel, utána jön aztán a verstábor, azt követően különböző gálák, különböző városi eseményeken, ünnepeken való fellépési lehetőségek, amiből mind-mind építkezni tudnak ezek a fiatalok, és az élet teljesen más területén, akár egy vizsgaszituáció vagy felvételikor is már ezzel a magabiztossággal tudnak kiállni a nyilvánosság elé, úgy, hogy közben itt értékeket kapnak és adnak át egymásnak akkor, amikor egy verset választanak, amikor abból fölkészülnek, amikor annak a hátterét megértik, és amikor ezt előadják. Úgyhogy mindenkit arra kérek és biztatok, hogy jelentkezzen, van még pár nap, március 2-ig, ha jól láttam, lehet jelentkezni, aztán jön egy elődöntő még március elején, és utána pedig aztán áprilisban a Városháza dísztermében a döntőre várunk mindenkit szeretettel. Polgármester úr említette ezt a bűvös 100-as számot, hogy már több mint 100-an vettek részt, csak a döntőben, ugye? Ez szerintem azt jelenti, hogy itt a városban azért erős a művészetek iránti szeretet, erős az oktatás ez irányba, ezzel egyetértem. Igen, én úgy érzem, hogy valóban, illetve van egy nagyon jó irodalmi tanári kör és közösség, akik már maguk is figyelnek a versünnepre, figyelnek erre a lehetőségre, és azokat a fiatal tanítványaikat, akiket úgy érzik, hogy minden vonatkozásban fel tudnak vértezni azzal, hogy erre jelentkezzenek és vegyenek részt, azt ezzel biztatják, és ez igazán hitelessé teszi. Tehát amikor egy volt versünnepes biztatja a másik fiatalt, hogy érdemes ebben a mozgalomba bekapcsolódni, amikor egy jó értelme vett tekintéllyel rendelkező irodalomtanár vagy osztályfőnök mondja azt egy tehetséges fiatal lánynak vagy fiúnak, hogy jelentkezzen, akkor igenis az hat, és utána pedig azt látjuk az arcokon, hogy azt mondják, hogy megérte jelentkezni, megérte ebben az egészben közreműködni, mert csak épülni tudnak belőle, és nagyon sok olyan tévhitet is ezek a fiatalok egyébként hitelesen döntenek meg, ami úgy kering, hogy a mai fiatalt nem érdekli az olvasás, nem érdekli a könyv, nem érdekli a vers. Fiatalok jönnek, jelentkeznek, és igenis mutatják meg, hogy érdekli őket a költészet, a vers, van mondani valójuk a világról, és ismerik azokat a költőket, azokat a műveket, amin keresztül ezt szeretnék is elmondani és megmutatni. És ugye említette azt is, polgármester úr, hogy ezekkel a fiatalokkal lehet találkozni nagyon sok eseményen, akár városi eseményeken is. Miért fontos az, hogy tovább fogja még a város ezeknek a gyerekeknek a kezét? A médiacentrum nem egy kereskedelmi televíziónak megfelelő valóságsót szeretne szervezni ezzel, és emögött az Egyházmegye és a város sem ilyen szándékokkal bír, hanem igen, a fiataloknak szeretnénk megadni azokat a lehetőségeket, kezdeti lépésekre a módot, a keretek,
könyveket, amivel ők megmutathatják, hogy tehetségesek, hogy ügyesek, hogy van jövőképük adott területen. Itt ebben az esetben most ez az irodalomról, a költészetről szól, de az élet más területen is ez megjelenik, és ezáltal nem egy napról szól, nem egy versenyről, nem arról, hogy éppen ki nyeri meg majd most a 11. versünnepet, hanem arról, hogy valaki értéket tud adni, és értéket kap, és maga pedig egyénként és közösségi tagként is tud fejlődni. Szerintem erről szól a versünnep, enélkül ez biztos, hogy nem élhette volna meg a 11. alkalmat, ha a fiatalok nem hitelesítenék évről évre ezt a kezdeményezést, és nem csak a versünnep döntőjének napjára, hanem az addig terjedő időszakra és az azt követő időszakra, akár évekre tekintettel is. Itt most gyorsan megnéztem a 10 győztes nevét, és gyakorlatilag mindenkivel valamilyen módon kapcsolatban van ma is a város, akár a város kulturális élete is, és jó ezt olvasni, jó ezt látni. Idén immár 11. alkalommal ismét várják azokat a tehetséges diákokat, akik szeretik a verseket és szívesen kiállnak a szakmai zsűri elé is szavalni. A Fehérvár Médiacentrum versenyére március 2-ig várják a jelentkezéseket. A legjobbak egy különleges élményben is részt vehetnek. Varga Sándor volt az egykori munkatársunk, akinek a fejéből kipattant a fehérvári versünnep alapgondolata, és a Fehérvár Médiacentrum szerkesztőségében egy táplálra talált ez a gondolat, hiszen a kollégák már az első pillanattól kezdve az ötlet mellé álltak, csatlakozott ehhez a város önkormányzata, aztán a Székesfehérvári Egyházmegye, és ma már ott tartunk, hogy a Vörösmarty Színházzal, illetve a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házzal kiegészülve a Fehérvár Médiacentrum szervezésében az egyik legnagyobb hagyománya a bíró, hiszen az idén már 11. alkalommal megrendezendő tehetségkutató versenyről beszélhetünk, amikor a Fehérvár Médiacentrum versenye a fehérvári versünnep kerül szóba. Mi lehet a titok egyébként, hogy minden évben sikerül ennyi fiatalt megszólítani? Valószínűleg az a titok, hogy a fiatalok körében, bár a hétköznapjaik egészen másról szólnak, és a versek olykor csak az iskolai tananyag egy-egy kényelmetlen epizódját jelentik, de hát azért vannak olyanok közöttük bőven, és egyre többen, akik az igazi értékeket is érzik, már fiatalkorban is látják azt, hogy van mondani valója egy-egy versnek. Ma már nem ciki verset olvasni és verset mondani, ma már lehet büszke az, aki ebben a műfajban megállja a helyét, és Fehérváron egyre többen vannak ilyenek, akik megállják ebben a műfajban a helyüket. Nekik egy kiváló alkalom a fehérvári versünnep, úgyhogy az idei versenyre is szeretettel várjuk nem csak a fehérvári, hanem a egyházmegye intézményeiben tanuló diákokat is. A jelentkezési határidő az elég szűkös, mert március 2-án lejár, hogy aztán március 7-én az elődöntőben, aztán április 18-án a döntőben találkozhassunk a legjobb 12 versenyzővel újra. Mit ad a versünnep a fiataloknak? Ugye itt fontos megemlíteni a verstábort. A versünnep az egy lehetőséget ad a fiataloknak. A városnak számtalan fronton törekvése az, hogy a fiatal fehérváriakat itt tartsa, vagy visszahozza Székesfehérvárra, és ennek egyik eszköze az, hogy lehetőségeket biztosítson a város. Ez számtalan területen lehetséges, az egyik az a szellemi téren való haladásnak a lehetősége, a tehetségmutató versenyek köztük a fehérvári versenyek, vagy a fehérvár hangja, vagy a szóval győzni kommunikációjában, ezek mind olyan lehetőségek, amik mentén a fiatalok tudnak tanulni, képezni magukat, és jobbá, szebbé válni, okosabbnak lenni. A fehérvári versünnep egyrészt ezt kínálja, másrészt azért földjéröket is kínál, hiszen a legjobbaknak van mondjuk eljutni a Székelyföldi Mestáborba, ahol minden évben egy nagyon komoly szakmai csapattól segítettek el a színpadi fellépés, a versmondás és az előadó művészet alapjait, ami egy nagyon népszerű program szokott lenni a klubban, nem csak a tanulásról szól, hanem egy kicsit székelyforma ismerésével hogy olyan hagyománya ez is a városi tehetség gondozó programoknak, ami nem hiszem, hogy elválasztható a fehérvári versünneptől. A részvétel feltételeit, a jelentkezéshez szükséges űrlapokat, valamint a versennyel kapcsolatos információkat a képernyőn látható weboldalon lehet megtalálni. A verseny két fordulóból áll, és április 18-áig tart. Ekkor lesz a döntő a Városháza dísztermében.
Csak akkor születtek nagy dolgok, hogyha bátrak voltak, akik mertek. S ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak, és vihar vertek. Az első emberi bátorság, áldasság, a tűz csiholója. Aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra. Mint egy isten hóban vacogva fogadta szent munkája bérét. Még ma is minden ember csörgedezteti az ő vérét. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó rongypulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, s csak egy különb. Aki bátrabb, s aki mást akar, mint mi most van. Kényes bőrét gyáván nem óvja. Mint ős-ősére jutott Isten, fölséges tűz csillag. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!